ηρεμία. Για να κλαί. Μόγα τσιγάνι. Να. Πέτρινο βόλιο. Πέτρινο. Αυτό είναι η βέση. Πρόβα. Είσαι μερτά ζωνιάτη. Να μην. Ηρεμίας. Φάτιτ. Μην ατώ φύγ, χωρίς μία να σύγκαμε. Azt szeretném kérdezni, hogy miután szabadultak, mi nem foglalkoztak azzal az egyszerű és kézenfekvő kérdéssel, hogy munkát keresenek? Nyilván kevés volt az idő, de meg lehetett volna próbálni, hiszen önök megfigyelés alatt álltak. És az nyilvánvaló volt, hogy egy eszük ágába se jutott, hogy, a munka közelébe férkőzzenek. Százados úr, maga ismer minket. Nem elég jól. De valóban az egész jövőt, hát hiszen ön fiatal ember, az egész jövőt. Én sem vagyok szerelmes a saját munkámba, de ön valóban az egész jövőt munka nélkül képzeli el? Igen. Hát itt vannak a papírok, nézze. Például az itt áll, hogy egyszerűen semmire nem tartja a munka értékét. Se azokat, akik megdolgoznak érte. Ez szép beszéd. Na de egyszer elszállnak az évek, maga van felesége, gyerekei? Arra számít, hogy majd a kisfia tartja el, vagy hogy lesz ez? Mikor majd eltörik a lába, a gerince, meg szóval koponya sérülések, szóval komolyabb dolgokra gondolok, amikor nem tud már saját maga segíteni magát. Félreért minket, mi éppen ugye a törvény oldalán állunk, mint maga. És tudjuk, hogy mi a törvény, és ideig nem hágtuk át, akármit is gondol rólunk. Hát a papírok szerint másra csináltak, csak áthágták. Nem. Méghozzá tiszteletre méltó buzgalommal. Ez csak a látszat. És mi lenne a látszattal szemben a valóság? A törvénytisztelés. És ezt miért pont most kezdik el tisztelni a törvényt? Nem most kezdjük el tisztelni már a törvényt. Már kora ifjúságtól fogva tisztelték a törvényt? Pontosan. Nekem már a nagyapám is törvénytisztelő volt. Az a nagyapja, de nem maga. Ne a nagyapjáról beszéljen, hanem magáról. Na de százados úr. Mi hű polgári vagyunk ennek az országnak, és szeretném emlékeztetni, hogy szolgálataikat jó néhány éven keresztül igénybe is vették. Hát hogy is történt ez? Ne nevezzék a saját életüket tragédiának. Legyenek szerények, szerények. Semmi tragédia. Egy százados úr maga ismer minket. Hát persze, hogy ismer. De ez nem tragédia. Ez csak gazemberség. Miért nem marad minden a régiben? A régiben, a régiben. Maguk soha nem akarnak megváltozni. Nem mintha olyan drága dolog lenne az emberi élet. A rend, ez úgy tűnik, mintha a hatóság dolga lenne. Valójában ez az emberek dolga. A rend. A szabadságban azonban van valami nem emberi. Valami isteni, valami olyan, amit túl rövid az életünk ahhoz, hogy megismerjük. És ha a kettő között összefüggést akarsz keresni, a rendet és a szabadságot gondolj Periklészre. A szenvedély köti össze.
Mind a kettőbe kell hinni, mind a kettőtől szenvedünk. Mind a rendtől, mind a szabadság. De tartalmas, gazdag, szép, szennyes az emberi élet. Összeköt mindent. Csak a szabadsággal bánik ön, mostanában tékozlón, mintha szemétragoló lenne. Az emberek nem szeretik a szabadságot. Félnek tőle. És az az érdekes, hogy a szabadságban semmi ijesztő nincs. Ellenben a rendben van sok ijesztő. De fel kell, hogy féljem bizonyos dolgokra a figyelmüket. Szóval tulajdonképpen itt arról van szó, hogy maguknak nincs más választásuk, mint az együttműködés. És éppen arra appellálok, amit ön mondott, hogy ha ennyire szívből tiszteli a törvényt, nyilvánvaló, hogy szinte csak alig előztem meg. Gyakorlatilag felajánlott. Mi továbbra is nagyon tiszteljük a századosot, és szeretném kifejteni. Nem a századosot, a törvényt. De a százados úr maga a törvény. Ó, nem. A törvény az mind együtt vagyunk. És miért nem marad minden a régen? Momentán önök például törvényen kívülök. De azt tudják jó, hogy miért. Nyilvánvaló, hogy nem kell, hogy felolvasom az egészet. És ezt nem is mondom el még egyszer. Vagy mostantól fogva nekem dolgoznak, vagy azt kell mondjam, nincs választásom. Irimiás úr. Most olyan lehetne.